Jó estét kívánunk, folytatjuk a Mi Történetünk című magazin műsorunkat, méghozzá képzőművészettel, hiszen nemrég vizsgamunkák címmel nyílt kiállítás a Bevásárló Központ galériájában. Erről beszélgetünk a következő percekben Teleki Klári művészet pártolóval, Ónodi Mátyással, az Eventus szakmai igazgatóhelyettesével, aki egyébként a tárlat kurátora, illetve az Eventus két végzős diákjával, Mártai Liliánával és Szakács Róberttel. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk benneteket. Jó estét! Ugye vizsgamunkákról van szó, na de mégis mennyire volt kötött a téma, esetleg a technika? Nem tudom, hogy kire nézzek. Hát bevezetésképpen lehet, hogy pár gondolatban összefoglalnám. Ugye a szakképesítő vizsgára készültek most a diákok. Ez a képzésünkben az 5. évet jelenti. Tehát 5 év alatt tulajdonképpen végig erre készültek, de mégis az utolsó év az, amikor a szakképesítő vizsgának a vizsga remekét elkészítik. Ez választható volt, ugye itt most grafikusokat hoztam a diákokat, de a kiállításon mozgóképes anyagokat is láthatnak. Mindig van egy vizsga remek, amit el kell készíteni, ez a grafikusoknál vagy egy csomagolás, vagy egy arculattervezés, a mozgóképeseknél pedig egy vizsgafilmet kell elkészíteni, de emellett rajzokat is, tehát úgy mondjuk, hogy vizsgamappát is le kell adni, amiben szintén kötött a feladat, hogy milyen témájú, tematikájú alkotásokat kell elhelyezni, és szintén ezekből is válogattunk a kiállításhoz. Említetted a csomagolást, akkor így kifejezetten az alkalmazott technikákra készítitek fel a diákokat, hogyha jól értem. Így van, ugye most grafikus szaknak hívják, de gyakorlatilag magába foglalja az alkalmazott grafika műfaját, tehát a kereskedelmi célú grafikákat is képesek elkészíteni a diákjaink. Hogyan történik a kiválasztás adott esetben? Gondolom nagyon sok remek mű készül, amelyekből a lehető legjobbakat kell kiválasztani. Ki mondja ki az utolsó szót egyáltalán, és mennyire szokott ez összhangba lenni mondjuk, amit a diákok a legjobbnak gondolnak, és hát ami végül aztán majd oda kerül, ahová kerül a kiállítás során. Kicsit könnyű volt a helyzetem olyan szempontból, hogy a múlt héten lezajlott egy úgynevezett prezentáció, ahol a külső vizsgabizottsági tagok jelenlétében már a diákok bemutatták a vizsgaremeküket, így ott már magamnak egy előválogatót tudtam rendezni, úgymond, tehát ott már láttam az anyagokat, hogy mi az, amit ki szeretnék hozni, illetve a vizsgamappákat is végig tudtam nézni. Mindenképpen a szempontom volt, hogy mind a két szakképviselve legyen, illetve hogy a technikák között is egy változatos anyagot lássunk. És akkor egy kicsit hozzátok fordulok. Mennyire vagytok elégedettek az elmúlt 5 évvel, és egyáltalán a mostani, legutóbbi munkátokkal? Hát én úgy érzem, hogy maximálisan elégedett lehetek, mivel a szakvizsgaremekem, illetve a szakvizsgára készített portfólium során olyan egyedi alkotásokat hoztam létre, amely során bemutathatom az a grafikus szakon, öt éven belüli grafikus szakon szerzett tudásomat és ismeretemet. A kiállításon egyébként milyen munkáiddal találkozhatnak az odalátogatók? Hát a mostani kiállításon a vizsgaremeken van kiállítva, ami egy címkecsomagolás, székelytermék egy területén. Akkor egy kicsit hozzád fordulnék, a te munkáidról is beszéljünk egy kicsit. Az 5 év teljesítményével én is ugyanígy meg vagyok elégedve, de szerintem nekem az idei lett a legerősebb évem, ebben az évben fejlődtem a legtöbbet. A kiállításon pedig nekem egy szénnel készült akt, hát majdnem akt rajzon van kiállítva. És mennyire, hogyan érzed, mennyire segítettek a tanárok így a különböző munkafolyamatokban? Ugye van egy ilyen mester is tanítvány a kiállítás is az Eventusban. Nagyon sokat segítettek, tehát hogy most, amikor a Covid miatt otthon kellett lennünk, akkor szinte semmit nem fejlődtem. De ebben az évben, hogy ott voltak a tanárok, és tudtak segíteni, szerintem nagyon sokat, szóval sokat segítenek. Egy ilyen több éves munka után hogyan lehet ezt lemérni, akár saját magatokon is, hogy miben fejlődtetek, és hát azok, akik segítenek, akik tanítják ugye a diákokat, hogyan látják, gondolom mindenkinél más, hogy miben, hogyan fejlődik, mennyire érhető tetten ez mondjuk a mostani kiállításban, hogy ki, honnan és hová jutott el mondjuk az itt töltött idő alatt? A külső szemlélőnek nem feltétlenül lesz ez nyilvánvaló, hogy honnan jutottak el, hogy meddig az mindenképpen, de mi tanárok látjuk, illetve a diákok is, hiszen minden évben tartunk fél éves teregetést és évvégei teregetést. Tehát ott az egész év folyamat, az egész iskolának tulajdonképpen a szintjét látjuk, és ezt minden évben nyomon tudjuk követni, hogy ki hova jut, és egyéni fejlesztési tervek mentén tudunk haladni, hogy kit hova fogunk tudni elvinni.
Egy-egy ilyen teregetés során egyébként a csoporttársaitoktól, szaktársaitoktól is kaptok visszajelzéseket? Igen, persze, természetesen kapunk, mindig értékelik ők is, hogy kinek hogy sikerült, meg hogy elmondják egymásnak a véleményét, hogy hogyan, mit kellett volna jobban csinálni, vagy hogy mit találtunk el pontosan abban a rajzon. Szerkezetileg vagy arányailag. És kik a kritikusabbak? Ti így egymással általában egymás munkáitokkal, vagy hát a tanárok, kik azok, akik most a jó kritikákról beszéljünk elsősorban? Hát a tanáraink általában építő kritikákat adnak, hogy jobban tudjunk fejlődni, és az évek során a munkát tudjunk kiadni a kezünk közül, amit a világnak, hogy az megfelelő legyen. Mint szakmai szempontból, szakmai szempontból. És Liliánánál lesz hogyan valósul? Azt nem kérdezem, hogy kire hallgatsz jobban, a barátokra és a társakra, vagy a tanárokra, vagy alapvetően tényleg mennyire segítenek ezek a vélemények? Szerintem velem szigorúbbak a tanárok, már csak azért is, mert szabad időmben is, mondjuk a sóránban is rengeteget rajzolok, szóval így valamilyen szinten is várom, hogy szigorúbbak legyenek velem, de szerintem a diákok is őszintén és normálisan tudják építő jelleggel kritizálni a rajzainkat, kiemelni, hogy mi az, ami javítani kellett volna, vagy esetleg a nagyon pozitív részeit is. Klári, miért tartott fontosnak, hogy egyáltalán teret biztosíts egy-egy ilyen kiállításnak? Hát most már ez a többedik alkalom, hogy az Eventusnak kiállítást rendezünk, és én nagyon élvezem, meg kell mondjam, mert ugye elcsépeltnek hangzik, de a fiatalok a jövőnk, és én mindig kíváncsian nézem, ahogy egy kis fiatalból kinül a művész, és valahogy rátérnek erre az útra. És ugye az Eventus szó latinul sikert jelent, úgyhogy a siker útjára kerülnek, ahogy bekerülnek ebbe az iskolába, és ez már tényleg rajtuk fog múlni, hogy hová, merre tartanak. És én nagyon élvezem, mikor építjük is a kiállítást, már ott bóklászom a képek között, és nagyon nagy öröm, hogy tényleg ilyen fiataljaink vannak, és főleg, hogy ez az iskola szerintem magasan felfelé ívelő pályán van most, így tehetség szempontjából is. Nagyon sok tehetséges fiatalt találtam én is itt közöttük, és hát remélem, hogy lesz közülük olyan, aki a művészi pályát válaszza, vagy ha nem, akkor is folytatja ezt a munkát. És ha már szóba került maga az intézmény és a folytatás, mit lehet elmondani az Eventusban végzett diákok, merre tudják folytatni, akár elhelyezkedés szempontjából, akár továbbtanulásra gondolok? Továbbtanulás szempontjából mindenképpen a főiskolák a cél, tehát az EKÉ-re jó páran jelentkeztek, idén is, köztük Lili is, de a Képzőművészeti Egyetemre, a MOMÉ-re is szoktak jelentkezni. A Képzőművészetin most tavaly felvételt nyert diákjaink vannak, tehát ketten oda járnak már most egy éve. Úgyhogy ezek a fő irányok, illetve hogyha nem a továbbtanulás a cél, akkor elhelyezkedés szempontjából jellemzően a reklámiparon belül tudnak elhelyezkedni, tehát ugye vagy a filmes oldalon, vagy pedig a grafikusok, akár a grafikus stúdióban, de nem egyedi eset, hogy önálló tevékenységbe kezdenek a grafikus pályán. És mik a tervek a jövőre nézve? Ugye szóba került az EGRI Egyetem. Hát nekem az a tervem, hogy jövőre, ha felvesznek, akkor festőnek fogok tanulni. Azután meg fogalmam sincs. De hát bőven van még időt kitalálni. És neked... Hát én a tanulmányaimat nem a képzőművészeti pályán fogom folytatni, hanem én a papírokat és az adatokat, vagyis a felvételi rendszerben a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre, azon belül is a Állami Oktatási Kar igazságügyi igazgatási szakára adtam be. De hát gondolom azért mindenféleképpen folytatod. Persze a művészeti, persze fogom folytatni. És Klári, mivel hogyan sikerült, mivel készültetek a megnyitóra? Hát szintén az Eventus fogja a műsort is adni, a Hegyesi Hudik Margitének művész kórusa fog fellépni,
és ott lesz az Agria Park igazgató is, az Eventus igazgatója, és Mátyás is fog mondani pár gondolatot. Úgyhogy mindenkit szeretettel várunk majd a kiállítás folyamán a tárlat megtekintésére. És meddig lehet egyébként megtekinteni? Május 4-ig lehet. Hát őszintén reméljük, hogy minél többen ellátogatnak majd, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Sok sikert kívánunk a tovább tanuláshoz. Köszönjük szépen!